Sziasztok, ma libamáj parfait készítünk. Úgy kezdünk hozzá, hogy a sütőt 100 fokra előmelegítjük. Ami kell hozzá, libamáj, jelen esetben ez egy 70 dekás libamáj, kell hozzá vörös hagyma karikára vágva, libazsír és egy kis só. Először is betesszük a libamájat a sütőbe. És addig hagyjuk benne, amíg a libamáj felülete izzadni kezd. Ez is a máj. Nézzétek, hogy izzad a felülete? Hát hiába ez egy mázsaház libamáj. Most berakjuk a mélyhűtőbe. Így, ahogy van. És 10 perc múlva, egyáltalán 10 perc, kivesszük a mélyhűtőből a libamájat. Bekenem egy kis libazsírra. Mindenhol. Jó, majd besózzuk, jó alaposan. Besózás után pedig vörös hagyma karikákkal beborítom. Száznyolcvan fokra előmelegített sütőbe beteszem. Addig sütöm, amíg a felületén vastag kéreg nem lesz. Néha meglocsolgatjuk a zsíriával. Megsült a libamáj. Veszem. Hát ez a 70 dekás libamájhoz 50 perce volt szükség, hogy megsüljön. Vágok belőle egy darabot. Nézzétek meg, milyen ugnós forrás. Jó, egy vágyat hozzá.